Hát az nem lehet. Kérem, mert akkor éppen a tőzsdén volt. Az a Lieberman volt.
Aki a tőzsdén volt? Igen. És a Doberman az a... Az a kutya. És ki az a... Ki az a hert? A kutya, érti? Lieberman a tőzsdén, Doberman a díványon, hogy ne értenim, kérem, hogy ne értenim? Magamosi Tandves, jó manati díj, 50 pengő. Csak azt mondja, amit látod. A hölgy elkezdte simogatni a kutyát, erre az ráugrott, de harapni nem harapott. Eddig. Csak azt mondja, amit látod, a hölgy egy kicsit rázsütött a kutyára. Való nézet. Én ezt nem láttam, és figyelmeztetem, hogy a törvény a hamis tanúzás 5 év fegyházzal bünteti. Először is nem 5, hanem 3 év. Jobb más, szóval megtámadta a hölgyet, letépte a ruháját, a harisnyáját, de... De harapni nem harapott. Nem harapott. Jó, nem akarom én magát befolyásolni. Na most megyek, beszélnem fel az ügyvédemmel, mindjárt kezdődik a tárgyalás. De hogy árulom el neki, hova raktam a cigarettát. Szóval más semmit nem tud? Nem kérem. Én amit láttam, hogy a nagyságos asszony egy férfival beszélgetett. Ez autóban. Minden szava hazugság? Asszonyom, csendet kérek, ön állandóan zavarja a tárgyalást. Tekintetes törvény! Nem, 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 amit látom, az ellenfél mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelem hitvesi hűségét kérdésessé tegye. De nekünk majd lesz alkalmunk ezeket a tanúkat megvizsgálni. Tekintetes törvényszék! Ügyvéd úr, ne nem cigáljon, mert megvonom öntől a megbízást. Én nem várok! Várjon még! Mondom, hogy nem várok! Várjon. Kérem, megnéztek engem ide tanulok, és már 2 óra, ott ülök! Na, engedje be azt az ember! Na látja! Ki ez? Látszik az ellenfél tanulja. Én ezt az embert soha életemben nem láttam. Jöjjön közelebb. Hogy hívják? Engem? Lédezső. H-val? Nem, P-vel. Úgy értem, hogy a végén. A végén H-val. Hol született? Budapesten. Tekintetes törvész! Kérem, üljön le! Üljön le, kérem! Azt mondjam, figyelmeztetem, hogy ő állandóan zavarja a tárgyalást. Büntetve volt. Mi az, kérem, nem tud válaszolni? Magát kérdezte. Ja, itt voltam. Magát itt tanúként fogjuk kihallgatni. Figyelmeztetem, hogy a hamis tanúzást a törvény 5 évig terjedő fegyházzal bünteti. Nem három. Kérem, ne alkudozzon itten! Hát de nekem a ballatin 3-at mondod! Na, most mondja el, kérem, hogy mit tud az ügyről. Hát az úgy volt, kérem, hogy a Balón telefonált, hogy menjek fel, mert a társának elromlott a rádiója. Kérem, a tárgyról beszéljen. Mikor látta az Alteres? Ki az Alteres? Én vagyok. Kezdj csókolom. Maga nekem ne köszönjön! Tekintetes törvényszék! Az ismeretem, hogy ne rám cigáljon már! Igen, nagyon mérges. Na, adja elő! Amit az ügyről tud. Ja! Hát az úgy volt, kérem, hogy amikor én... Hát úgy volt, hogy amikor én már bementem, a Lieberman ott feküdt a díványon. Miféle Lieberman? A Harry! Ott feküdt a díványon és orkolt. Harry! Igen. Lieberman Harry. Igen. Én ezt a nevet soha nem hallottam. Na, szóval mi történt? Aztán bejött a nagyságos asszony és elkezdte simogatni. Ki simogattam én? A Lieberman. Én? Igen. A hátát simogatta, meg ilyeneket mondott egy unculó, unculó. De kérem, én nem is ismerem ezt a Harryt. Hát akkor meg minek simogatta, meg minek mondott egy ilyeneket, hogy unculó, unculó. Na, figyeljük akkor, ki simogatta a Lieberman? A hölgy. És aztán mi történt? Ráugrott a nagyságos asszonyra. Kicsoda? A Lieberman. Kire ugrott? A nagyságos asszonyra. A maga jelenlét. Igen, igen, igen. Egy nagy svoglot vett, és a következő pillanatban már rajta is volt. Hát én ezt nem értem. Tetszik is a Lieberman? Honnan ismerném? Hát az egy vadállat, kérem. Hát, igen, és akkor maga is az a balla egész idő alatt bent voltak a szobában? Igen. És mit csinálta? Hát, kedves bíró úr, én megmondom őszintén, én is védem attól a bestiától. Bestia maga, érti? Na, csendet kére! Tekintetes törvényszék! Öntől megvonom a szót! Nagyon helyes! Na, miért fél? Hát, mert képes lett volna, hogy rá is rámugorjon.
hogy magára volj. Hát ugye van nálad, hát hogyha itt lenne, tessék, elvizeljük a bíróságban! Kikérem magamnak az ilyen feltételezéseket, értette? Hát egy ilyen vadállat, hát nagyságos azt vagyok, hát maga ismeri, igaz, hogy egy vadállat? Én nem ismerek semmiféle Harryt. Hát akkor meg minek simogatta? Hát szóvadult meg! Na, tovább kérem, aztán mi történt? Hát aztán letépte a őnek a lózát, a harisnyáját, mindenét, de hogy megparasztam volna, azt nem lát. Tekintetes törvényszék, de ne ráncigáljon, ügyvéd úr, engem ne ráncigáljon! Alperes, mit szól az ügyhöz? Minden szava aljas hazugság! Hát de kedves Alperes! Nekem nem tépték le a ruhámat! Tessék megmondni a szót! Na, most az a lényeg, hogy tisztázzuk, milyen volt a hölgy intenciója? Az intenciója. Ja, hát egy kicsit bolet volt, de nem sokáig látta, mert a valóra azonnal egy babátot adott a nagyságos asszonynak. Világosan, hogy maga nem tudja, mi az intenció. Ahogy nem tudnám, kérem, hát járok és strandra. Szabad egy kérdést a tanulóz intéznám? Tessék. Hát, talán majd én határozok, hogy szabad-e. Tessék. Mi a különbség? Csendet kérem! Mikor történt ez a dolog? Amit ön az előbb itt elmesélt. Szeptember 8-án. Tisztelt bíró úr, csak hogy megmutassam, hogy milyen tanúkkal dolgozik az ellenfél. Itt van az ügyfelem útlevele, amiben tisztán látszik, hogy ő szeptember 1-től szeptember 8-áig nem is tartózkodott Budapesten, hanem Párizsban. Szóval maga itt hamis tanúvallomás tett. János. Igen, és? Telefonáljon, hogy küldjenek fel egy börtönőt. Csendet kérek, a tárgyalást elnapolom. Ez ellen az ember ellen pedig hamis tanúvallomás miatt megindítom az eljárást. Kedves nagyságos asszony, hát kérem, ha hallgasson meg! Majd adok én neked. Kedves úr, Harry, majd adok én neked! Bíró úr, kérem! Mél, a jóisten áldja már meg, jöjjön, mindjárt kezdődik a tárgyalásunk. Kezdődik? Igen, most a vége? Hogy vége, jöjjön már gyorsan. Na, te gyerünk már. Valahol megfogás egy pillanatra? De miért? A dolgom van, na. De siessen. Na gyerünk. Hát hova? Hát a KDS-ban, na menjünk, gyerünk. Jöjjön már maga tőle, menjünk. Mit fogod? Ki vagyok itt? Ne beszélj, hogy itt menjünk, gyerünk. Való! Mit akar? Most elmondhatom a titkot! A cigaretták bele vannak sütve a kenyérbe! Nekem a fél, te rökény, te kis ügyes vagyok! A szellem is már, én is a fejlődő, én is a fejlődő, én is a